Mivel egész jól adok a vasárnapi rutinommal, lásd, már megmostam a hajamat. Úgy döntöttem, hogy fogok nektek egyet videózni, és nem szoktátok sokan kérni, szerintem legalább 4 ember. Legalább annyian kérték, de legfeljebb 5-en, hogy csináljak körmös videókat, annyira szeretitek ez a pár ember a körmös videókat, de úgy vagyok vele, hogy egy, nem az, hogy tehát nem nézi meg senki, kettő, nem tudok újat mutatni, gyerekek. Tehát, hogy körülbelül trendekről lehetne esetleg videó, azok kipróbálásáról, de nem vagyok rá én a megfelelő személy, ugyanis én mindig nézegetek, főleg Pinteresten szoktam nézegetni ilyen körmöket, gyönyörűeket csinálnak most. Most mindenhol már a csapból is az folyik, ez a swirl, meg mit tudom én, ezek a kacskaringós vonalak, de hogy kinek van erre ideje, tehát hogy nekem nem. Nekem valami, tehát a körmözők akkor egyszerűen körmözők, és a legmaximumabb dolog az vagy a krómporozás, vagy pedig az aranyfóliával való szarakodás, tehát a transferfóliázás, mert az még viszonylag így oké. De bármi más az számomra túl macerás, és nem tudok nektek újat mutatni, ezért nem csinálok körmös videókat. Viszont úgy gondoltam, hogy 2 videót fog most egybe kötni, úgyis meg kell csinálnom a körmömet. Lehet, hogy nem lesz jó ez a dolog, mert én nem igazán tudok úgy 2 videóról egyszerre, vagy 2 videót egyszerre gyártani. Lásd, beszélgető, sminkelős, mert igazából az elején beszélgetek, aztán sminkelek, és ez mindig így van. Nem tudom, hogy a körmözésnél hogy lesz most körmözős, beszélgetős. Minden esetre biztos nagyon hosszú lesz. De az a lényeg, hogy népszerűtlen véleményeitekről kérdeztelek titeket Instagramon, és jó sokat le is írtam, ide itt van az iPad-em, és majd erről fogom közben olvasgatni, és nyilván ezekre reagálni, válaszolni, és az én véleményemet megosztani ezekről az egyes dolgokról, és közben megcsinálom a körmömet, ami valószínűleg most lehet, hogy krómos lesz, nem tudom. Az a helyzet, hogy múltkor úgy döntöttem, hogy átváltom a körmömnek a formáját ilyen mandulára, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Róluk beszélünk, és nem tudom, hogy ez így igazából. Mindenki azt mondja, hogy nagyon nőies a kezeden, de most már úgy érzem, hogy túl hosszú. Ez egy 3 hetes lenövés már szerintem. Mindenképpen szerintem a formája meg fog maradni, de hosszából le fog nyilván venni, és a szín az barna lesz most, mert elegem van már ebből a pirosból, meg kiüti a szememet. Ez a barna szín lesz most rajta. Még nem tudom, hogy hány rétegben mondjuk. Fogalmam sincs. És a Brill Bird-nek fogom az ezüst kromporát ezzel a barnával kombinálni, azt hiszem. De ez a barna sötétebb nyilván 2 rétegben, viszont egy rétegben is nagyon jól fed, és egy rétegben világosabb, úgyhogy lehet, hogy megmaradok az egy rétegnél, majd még meglátjuk. Úgyhogy ez a cél, aztán lehet, hogy marad barna az egész, majd még kiderül. Úgyhogy nem is tudom, hogy legyen. Minden esetre nyilván most le kell reszelnem, ez a kedvencem, le kell reszelnem a régi lakkot. És már akközben próbálok nektek nyilván beszélni. Nem tudom, hogy legyen, hogy láthassátok a reszelést. Nem, a reszelést nem fogom úgy megmutatni igazából, lehet majd csak így a formára reszelést, és a kamerát meg majd akkor fogom igazán lehozni, amikor lakkozok. Szerintem ez így okés lesz, és neki is állok, gyorsan megnyitom a kis jegyzetemet, és el is kezdjük. Amúgy én ezeket a kristálnézes reszelőket nagyon-nagyon szeretem. Régen próbálkoztam így leoldással, de úgy vagyok a leoldással, hogy így nagyon macerás a számomra meg ülni vele. Tehát amennyit ülök, az alatt már egy kezemet le is tudom igazából reszelni, és inkább reszelek. Ilyen reszelőképre vagy csiszológépre még nem ruháztam be, mert mindig arra gondolok, hogy milyen retket csinál igazából, és így, hogyha reszelgetek, itt van, majd látjátok is, egy törölköző, meg ilyen papírtörlő, így nem annyira retek az egész. Mondjuk most pont előtte porszívoztam, mindegy, de nem tudom, hogy a csiszológép az megéri-e igazából. Biztos, aki profin csinálja, és van napi, nem tudom, 10 vendége,
annak érdemes beruházni, én mondjuk nem igazán nézelődtem még ez iránt. Az első népszerűtlen véleménnyel fogok kezdeni, össze-vissza vannak, tehát van komolyabb is, komolytalanabb is, és most el is kezdtem a reszelni, és lehet, hogy kurva idegesítő lesz, hogy én itt reszelgetek közben, meg beszélek, majd meglátjuk. Tehát az első népszerűtlen vélemény az, hogy a mekis krumpli a legjobb mekis fagyival, és azt mondanám nektek, hogy mielőtt megjön a menzeszem, rám jön sokszor ez a zabálhatnék, pontosabban ezt megpróbálom nyilván keretek között tartani, ezt a zabálhatnékot, de mindig össze-vissza zabálok valamit, tehát édeset, sósat, sósat, édese, aztán megint sós, aztán megint édes, szerintem ezt mindegyik költök ismeri, és akkor imádom a mekis krumplit karamellás, vaníliás mekis fagyival így mártogatni bele, gyerekek. Nagyon abszurd, de ezt csak akkor csinálom, amikor ez az időszak lép be az életembe, úgyhogy minden esetben igazat tudok neked adni, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ez így undorító más számára. Jó, meg is vagyunk egy körömmel. A következő vélemény az, hogy vizsgához kötném a hobbi állatok tartását. Hát igen, igen, ez, én értem, hogy miről beszélsz, és igazából több ilyen vélemény is jött, hogy a házi állattartás az ugyanolyan felelősség, például ez is majd valahol jön, mint a gyerektartás, és igen, tehát, hogy én nem viccelnék ezzel, nagyon sokan nem veszik ezt komolyan, és rettentően tartják a házi állatokat, és nem is csak az, hogy rettentően tartják őket. Nyilván van a másik eset, aki meg úgy kezeli, mint a gyerekét, de hát legyen Istenem, tehát, hogy amíg jól kezeled az állatot, addig nekem semmi problémám, de hogy mit tudom én, tehát, hogy borzalmas körülmények között, és nekem is van így ismerek egy-két embert, aki mit tudom én, az unokájának vett egyszer egy kis kutyát, mert hogy az unoka meg volt érte nyilván csikkadva. Mi van ma? Repülőnap vagy micsoda? Az unoka meg volt érte csikkadva a kiskutyáért, de csak egészen addig, ameddig az a kiskutya kiskutya volt. És hogy így, és azóta így szarnak rá, nem viszik sétálni, nem foglalkoznak vele, loncsos a bundája, tehát, hogy így basszus, és ezt így nagyon-nagyon utálom, tehát mindenképpen azt mondanám, hogy igazat adok neked, és egy állat, tehát nem játék az állat, és van egy csomó olyan is, aki örökbefogad, vagy nem is az, hogy örökbefogad, vesz állatot, mert korona volt, nem lehetett sehova menni, aztán most meg kidobja, vagy beviszi a menhelyre, mert most már el tudok menni Olaszországba, most már elutazok a Maldív-szigetekre, és kivigyáz az állatomra. Addig az tök jó volt, amíg egyedül voltam, és kihasználtam azt a szerencsétlent, meg oké, de most már nem kell. Tehát, hogy ez borzasztó számomra, borzasztó. Tehát, hogy az állatok nekem a gyengéim. A Sugarbird márka szar, ezt írja valaki, és hát mit mondjak, nyilván mindenkinek megvan a véleménye, hogy ez szar, az szar, amaz szar, számomra, tehát, hogy azért tegyük hozzá, van egy bizonyos réteg, aki ezt szereti. És amíg ez így oké, addig én úgy gondolom, hogy lelke rajta az embereknek, hogy mit vesznek. Én soha nem voltam oda ezért, mert egyszerűen én úgy gondolom, hogy valahogy nem. Tehát maga ez az egész márka, ez nem csatlakozik semmiféleképpen hozzám, még attól függetlenül is, hogy vannak mondjuk szép virágos dolgaik, vagy úgymond szebb virágos dolgaik, de én úgy gondolom, hogy az anyag az mindig ilyen rendtenetesen műszálas, és igazából soha nem láttam olyat, amit így magamon el tudtam volna képzelni. A másik fele meg az nyilván, hogy hát kik viselik ezt a márkát, meg kikkel van igazából ez bepromózva, mit tudom én, tehát ugye ebben az egészben nem is akarok belemenni, nem passzol ez így hozzám egyáltalán. Arról, hogy szar-e tényleg, tehát hogy minőségileg, nem tudom, mert egyetlen egy darabom sem volt tőlük, ezt nyilván az jobban tudja, aki kipróbálta. Minden esetre azt gondolnám, hogy amit láttam így az árakon, mindig meglepődtem, hogy így wow, tehát hogy magyar termék, meg mit tudom én, de hát hogy attól függetlenül még
még nem tudom milyen anyagból van, vagy nem tudom, de nem tudom, hogy szar-e igazából, nem az enyém, az mindenképpen azt el tudom mondani, hogy egyáltalán nem az enyém. Aztán, ha már körmözünk, íme a következő, a műköröm rolis. És most nem tudom, melyikre gondolsz, nyilván ez is műköröm, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez műköröm, gyerekek, géllak. Lényegében ez is műanyag, tehát hogy ez is lehet műköröm. Nyilván a saját körmeimről beszélünk, ami be van fedve egy ilyen réteggel. Nem gondolom, hogy maga prolis lenne, hogyha jól néz ki. Tehát, hogy van az a szög, amikor azt mondom, hogy hú, tehát, hogy ez azért tényleg a határérték, de ez is olyan, hogy a köröm is azért egy önkifejezési módszer. Vannak szép körmök, mármint úgy gondolom, hogy ízlésesen elkészítettek, meg vannak olyanok is, amire én azt mondom, hogy számomra például túl hosszú, tehát, hogy én értem például a köröm modelleknél, amikor azt akarja a tehetséges művész megmutatni, hogy mennyire szépen ki tud díszíteni egy körmöt, természetesen szükség van legalább egy ilyen 10 méteres körömre, hogy ott ki tudja élni magát. De hogy ez így, nem tudom, van az a szög nálam például, amikor egy köröm már túl hosszú, és ezzel így kicsit így gusztustalanná válik, vagy nem is tudom, hogy mondjam nektek, de hogy prolis lenne, biztos, hogy van olyan, amire azt mondom, hogy hú, nem, de így alapjáraton, így az egész műköröm története, nem tudom azt mondani, hogy az mindenképpen prolis, és ami szerintem mondjuk prolis, meg amit soha nem értettem, az az, mert nyilván amikor így nézelődök Pinteresten is, így ötletek iránt, meg Instagramon is néha, meg így akarva-akaratlanul is eléd jön a blogger, influencer, akárki, aki az új körmét mutogatja, de hogy ilyen érthetetlen módon. Mondjátok el nekem, nem értem. Miért kell ahhoz beülni az autóba, és megmarkolni a luxusautót kormányát, hogy megmutasd, hogy milyen szép körmöd van. Ehhez most miért kell ott beülnia? Meg fölrakod az ülésre a tornacipős vagy sportcipős lábadat, a bőrülésre, vagy nem tudom, hogy még mondjuk a designer cipőd is látszódjon, megmarkolod a szép kis kormányt, és úgy fotózod le a friss körmödet, hogy minden márka látszódjon körülötte. Na, ez prolis, gyerekek. Ez a proli az egészben. Teljesen mindegy, hogy műköröm vagy sem. Én ezt soha nem értettem. Tehát, hogyha valami szép, akkor miért kell hozzá körítés? Nem tudom. És ezt sokat látom, ezt így Pinteresten is, meg Instagramon is, meg mit tudom én. Tehát, hogy jó, oké, köszönjük szépen, láttunk mindent, van neked ilyened, olyanod, de amúgy szar a körmöd. Jó, ott tartunk, hogy egy kezemet lereszeltem, és most formára fogom reszelni, meg le fogok venni a hosszából egy kicsit szerintem, és így néhány dolgot még azért itt megválaszolgatok közben, vagy hát igyekszem. A takaró gombos felének a fej felé van a helye, nem. Nálam ez nincs így, nem, azt meg kell fordítani, gyerekek. Én ezt ki nem állhatom, hogyha az úgy van. Aztán a következő az, hogy a pénz az igenis boldogít. Hát én azt mondanám, hogy nyilván a pénzből lehet venni dolgokat, amik téged boldogítanak, meg igazából, ha nincs pénz, az szar, de ha van pénz, az azért jó, mert nyugodtabb vagy tőle, de hogy igazából boldogít-e, én azt nem hinném. Tehát, hogy most gondolj bele, hogy rengeteg pénzed van, de egyedül vagy, és nem szeret senki, és magányos vagy. Most akkor mit kezdesz fel? Tehát rengeteg olyan eset van, amikor a pénzeddel aztán kitörölheted a seggedet. Úgyhogy nem gondolnám, hogy a pénz boldogít. Jó, hogyha van, lehet szuper cuccokat venni belőle, amik biztos egy ideig, óráig boldogítanak, de önmagában a pénz az nem boldogít. Akkor mi van még itt? Nem vágyom gyerekre, valaki szerint nem vagyok igazi nő. Tehát, hogy ezzel én vigyáznék. És én úgy vagyok vele, hogy nem kell minden nőnek gyereket szülni. Nem. Mert nem mindenki. Nem azt mondom, hogy, nem
azt mondom, hogy nem alkalmas rá. Van, aki nem alkalmas rá szerintem, hogy anya legyen, meg jobb, hogyha nem anya. És sokkal jobb, hogyha az ember belátja. Valaki egyszerűen nem szeretné, ez is egy döntés, ezt is el kell fogadni a másiknak is, tehát én nem gondolnám, tehát hogy nem gondolom, hogy bárkinek is joga van ebbe beleszólni, és emiatt a másikat kipécézni, mert én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a saját döntése. És teljesen egyetértek azzal, aki nem szeretne gyereket, és hogyha így érted, akkor ez így jó. És állj ki mellette. Aztán lehet, hogy ez még megváltozik, az soha nem probléma, de én azt mondanám, hogyha te így érzed és így döntesz, akkor ne hagyd magad lehúzni mások által, mert más azt mondja, hogy te olyan önző vagy, és hogy mindenképpen kell egy családba gyerek, mert úgy család a család, hogyha van benne gyerek, meg tudjuk ezeket a családi dolgokat, hogy akkor család a család, amikor egy férfi, meg egy nő, meg mit tudom én, mindegy, szerintem ezt hagyjuk a francba, mindenki éljen úgy, ahogy akar, és hagyja békén a másikat, ez a fontos. Mindegy, hogy van-e gyereke, vagy sem, szerintem. Majd úgy is rájön, hogy kell-e neki gyerek, elrontott-e, nem rontott-e, egyedül marad öregkorára, kellett volna mégiscsak gyerek, vagy tökéletesen relax élete lesz gyerek nélkül, és imádja. Mindenki maga dolga. Senkinek semmi köze hozzá, szerintem, és csináld azt, amit te szeretnél, és az így jó, ahogy te érzed. És az az önzőség, hogyha akkor és azért csinálsz gyereket, mert más mondja, ez az önzőség. Nem az, hogyha úgy döntesz, hogy nincs gyerek, és nem is akarsz gyereket. A gyerekkel együtt alvás, csak én gyerektopikok van. A gyerekkel együtt alvás, az jó dolog. Hát ugye, nyilván most több olyan érkezett, amihez én nem tudok hozzászólni, mert nincs benne tapasztalatom. Nekem mind gyerek van benne tapasztalatom. Én nagyon szerettem a szüleimmel aludni. De akkor, hát nem mindig, de azért volt, hogy együtt aludtam velük. Ami nálunk mindig menő volt, az az ebéd utáni együtt alvás, mondjuk vasárnap. És szerintem nekik sem volt vele bajuk igazából. Nyilván, mint mondtam, ez nem mindig volt, meg én emlékszem arra, hogy nem is aludtam, csak úgy tettem, mintha aludtam volna, és anyu mondta apunak, hogy vidd vissza a gyereket az ágyába, mert arra számítottam, hogy mert apukám az volt, hogy annyira fáradt volt, vagy annyira lusta volt, hogy azt mondta, hogy nem hagyjuk itt, így jó lesz. És ezért nyilván tetettem azt, hogy alszom, mert nyilván erre számítottam, hogy apu majd azt mondja, hogy nem, mert én igenis szerettem velük aludni. És figyelj, ez is olyan dolog, hogy jó mondják, hogy nem jó a párkapcsolatnak, meg mit tudom én így, meg úgy, meg amúgy, de amíg ti ezt nem érzitek, hogy nem jó, miért ne lehetne? Biztos, hogy van az a szög, meg van az a határ, amit nem érdemes, vagy nem jól átlépni, de én is aludtam anyuékkal, volt, hogy velük aludtam, meg mint mondtam, azért ilyen délutáni szunyáknál sokszor együtt aludtunk, és nem gondolnám, hogy ez probléma volt, vagy valamilyen szempontból ez bármit is negatívan befolyásolt, úgyhogy nem hinném, hogy ez akkora nagy probléma lenne. De amúgy én mondom, ilyen gyerek témával, meg gyereknevelés, még mit tudom én, ilyennek kapcsolatban, amit mondok, azt így annyira nem kell amúgy komolyan venni, mert nem vagyok szakértő, meg nincs ilyen szempontból tapasztalatom. Azt tudom elmondani, amit én így gondolok erről, ami sem, amúgy sem minden, amit én gondolok ezekről a dolgokról. Még hát így visszaemlékezni a kiskoromra. Elég kis élesek lettek, de annyira nem bánom szerintem. Tehát ilyen az előtte, tehát nekem ez olyan túl mandula volt, vagy nem tudom, és most ilyen az utána, tehát hogy látjátok, hogy rövidebb, de szerintem nem rossz. Íme. Ha meglátjuk, ugye, milyen lesz lakkal, nem igazán szoktam a formákkal kísérletezni. De szerintem ez így oké lesz majd. Nyilván most meg kell néznem, hogy harmonikusak egymással így a hossz szempontjából, meg forma szempontjából, de szerintem ez így oké is lesz.
és fogok egy ilyen bőrfeltolót, és akkor ezzel így lepucolgatom ezeket a részeket. Aztán hol a következő? Hol tartottam? Aztán, amiben még rengeteg jött, ilyen trónokharca, nem tetszik a trónokharca jó barátoktól, meg falra mászom, meg írta a jó barátokról, hogy nem csípi, nem csípi, túlértékelt, hagyjuk már, izé minden. És megint ez az a téma, ami nem tudok hozzászólni, az a helyzet. Nem nézek, nagyon keveset nézek tévét, néha filmeket szoktam nézni, de úgy vagyok vele, hogy keveset, és sorozatokat egyáltalán nem. De amit el tudok mondani, már régen is, tehát hogy tudom, hogy sokan szeretik a jó barátokat, de én már régen se csíptem annyira. És valahogy, hogy mondjam, nekem ez az amerikai humor, ez az erőltetettség, ez nekem nagyon, nagyon valahogy nem passzol hozzám. Trónokharca, lehet, hogy talán, hogy a párom elkezdte nézni, és nem tudom, hogy ő elkezdte egyszer nézni, de aztán ő is abba hagyta, mert nem tetszett neki, és hogy akkor abból láttam, az sem nyűgözött. Át is megyek akkor a másik kezemre a reszelés szempontjából, és akkor szerintem pont be is fogom tudni fejezni ezeket a véleményes dolgaitokat majd. És mielőtt még így azt hinnétek, hogy ez az én köröm, amit reszeljetek, nem. Ezen van még gérréteg, csak annyira szépen megmarad nyilván a gérréteg, és nem buborékosodik fel, hogy én simán szoktam alatta hagyni az előző géllakból alapgérréteget. Nem tudom, hogy csinálja valaki ezt így. És így, hogy rajta van hagyva ez a gér, nem kell mindig a körmömet megreszelni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert a lenövést azt igazából csak bufferrel szoktam így felérdesíteni. Így a körmeim sem, tehát egy réteg alaplakot szoktam rátenni, de nem töredeznek, tehát hogy most tényleg megtaláltam azt a rutint, vagy az a rutin most bejött, hogy legyen még géllakkal is erős a körmöm, tehát hogy nem olyan, mint a papírlap. Nyilván azért nem olyan erős, mint a nem lenne rajta semmi, de hogy így meg vagyok vele elégedve. Tehát, hogy volt már ennél szarabb is, én azt mondanám. Főleg amikor ez most csúnya hangzik, amikor körmöshöz jártam, tehát akkor mindig ugye nyilván géppel így le volt darálva róla az összes géllak, és akkor nagyon fos volt a körmöm. De mióta magamnak csinálom, azért sokkal jobb, és most nem kell azt mondani, hogy amúgy te nem vagy szakértő, és hogy nem mondd azt, hogy nyilván nem tudja mindenki így megcsinálni magának, és sok idő, én régóta csinálom a körmömet, tudom, hogy az én körmömnek amúgy mi a jó, meg óvatos vagyok vele, nem tanultam, hogy kell, de én úgy vagyok vele, hogy most ez így tökéletes, mert nagyon, én úgy gondolom, hogy szép erősek tudnak a körmeim ezzel így maradni. Nyilván nem mindenkinél, én tudom, hogy sokaknak tönkre rakja a körmét a géllap, nem is bírja sok ember, azt is meg tudom érteni, talán innen még leveszek valamennyit, mert ez lehetne egy kicsit itt rövidebb talán. Ez elég komoly vélemény, egy bizonyos fokú fogyatékosság fölött szerintem önzőség életben tartani egy újszülöttet embert. Na már most, szerintem erről nagyon nehéz véleményt mondani. Anélkül, vagy óvatosan kell erről véleményt mondani, anélkül, hogy benne lennél. Mert nyilván, hogy lehet, hogy külső szemlélőként te úgy látod, hogy tényleg van egy fogyatékos gyermek, vagy akár felnőtt, és hogy úristen, hát nem fog fel semmit a világból, hát annyira fogyatékos, hát ő biztos szenved, meg azt se tudja, hogy hol van, meg hát a szülei, hogy azoknak mennyi probléma, és igen, ez biztos így van, de hogy ő valakinek a gyereke, érted? Olyan, mint hogyha, tehát hogy gondolj be, ha te gyereked lenne, hogy szerinted könnyű azt mondani, amikor megszületik, hogy, vagy akár, hogyha már előtte megtudod, hogy fogyatékos lesz, szerinted könnyű azt mondani, hogy nem elvetettem a francba? Tehát, hogy te már érzelmeket táplálsz a gyereked iránt, érted? Tehát, hogy az nem olyan könnyű, hogy így, okay, most gondolkodj, nyilván most mondod azt, hogy most gondolkodjunk észszerűen. Tehát, hogy
X mértékű fogyatékos lesz a gyerek, nem fog fel majd semmit, nem tudsz vele majd semmit valószínű kezdeni nyilván. Egyszerűbb, hogyha el lesz vetetve, vagy mit tudom én. Tehát, hogy de ez nem egyszerű, ez kurvára nem egyszerű. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz. És ilyen helyzetben én soha nem akarok tudni sem magamat, se senki, tényleg ezt nem kívánom senkinek, mert szerintem ez borzasztó. És tapasztalatból beszélek, mert olyan szempontból, hogy, tehát, hogy nyilván van az a fogyatékosság, ami tényleg a többféle van, többfajta van, több fokú van, de nekem van egy olyan páciensem, akit, kicsit beszélek róla, akit nem tudok egyedül kezelni, vagy egy idősebb hölgy, kerekes székben nem tudunk egyedül kezelni. Tehát, hogy mindenképpen, amikor jön a szájhigiénés kezelésre, akkor a másik kolléganőmet kell megkérnem, vagy neki engem, hogy ketten csináljuk meg az egészet, mert hogy annyira fogyatékos. Tehát, hogy nem fog fel semmit a világból igazából, ő egy otthonban van. Egyszerűen ez nem fokkoleszedésről szól, hanem tényleg az, hogy nem mossák szegénynek a fogát, és egyszerűen mindent, ami ott van benne a szájában, azt el kell nekünk távolítani. Tehát, hogy ebbe azért gondoljatok bele, ez nem egyszerű. Főleg úgy, hogy ahogy nem érti meg, hogy nyisd ki, kérlek, vagy még nagyobbra kinyitni, vagy ne csukd be, vagy mit tudom én. Tehát ezért kellünk hozzá ketten, hogy ezt így meg tudjuk csinálni. Egyáltalán nem fog fel semmit a világból, meg nyilván így nem annyira figyelnek rá, vagy nem annyi figyelmet szentelnek rá, amennyit kellene egy ápolás, szájápolás szempontjából, legalábbis abban biztos vagyok. Viszont, tehát hogy nagyon nehéz, tehát én amikor tudom, hogy ő jön, akkor mindig fel kell készülnem, nem csak így fizikailag, hanem lelkileg is, tehát ebben nincs semmi rossz dolog, mert egyszerűen egy az, hogy nagyon-nagyon nehéz vele dolgozni, tehát, hogy mindig, ha véget ér a kezelés, akkor mind a ketten a kolléganőmmel, hát mi vért iszadok, tehát, hogy én úgy iszadok, mint a ló tényleg, tehát, hogy a legnehezebb Mission Impossible körülbelül, viszont egy részben nagyon szeretem, hogyha ő jön, mert valahogy, tehát hogyha még azt is mondom, hogy fogyatékos és nem fog fel semmit, én mindig, tehát hogy biztos vagyok benne, tehát ez a nem fog fel semmit, most ki mondja, hogy nem fog fel semmit, most ki tudja, hogy ő mit fog fel. Tehát hogy lehet, hogy ő azt ugyanúgy felfogja, hogyha ha türelmetlen vagy vele, ha nem tudom ki a családja türelmetlen vele az otthonban, az ápolók türelmetlenek vele, most azt honnan tudod, hogy lehet, hogy kívülről úgy néz ki, hogy ő nem érti meg és nem fogja fel, de honnan tudod, hogy az neki nem fáj. És amikor végzünk, akkor mindig nagyon-nagyon megdicsérem, és meg szoktam így ölelgetni, hogy nagyon ügyes volt, és látom rajta gyerekek, ezért szeretem, nagy kihívás, de ezért szeretem, hogyha látom rajta, hogy fülig ér a szája, tehát, hogy nem mondanám azt, hogy mosolyog igazából, de hogy valahogy az arc kifejezésre így teljesen megváltozik, és egyszerűen, mint hogyha így csillogna a szeme tőle, hogy valaki így jól megölelte, mert egyszerűen, mert azt kell, hogy mondjam, hogy sokan, amit nem szeretek, aki mikor így kinézik őket, tehát így megnézik őket, én ezt utálom, amikor más emberek megnézik ezeket az embereket, és így elcsodálkoznak rajtuk, mint hogyha nem is tudom, valami cirkuszi látványosságok lennének, sajnos ezt kell mondjam, mert vannak ilyenek, de számomra valahogy van egy olyan érzésem, hogy annyira, tehát hogy így, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen cukkik, érted? Tehát, hogy mert én tudom igazából róluk, hogy ők nem rossz indulatúak. Tehát, hogy ők nem ártanak senkinek. És ebből a szempontból én úgymond szeretek is velük dolgozni, mint mondtam, nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon nehéz. De igazán szerintem érdemes nekik így szeretetet adni. Mint mondtam, kész vagyok utána, de mégis tüneményesek. Néha azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenek, és én úgy gondolom, hogy azért ezzel, még akkor is, hogyha így elolvasom ezt az állítást, és nyilván ugye mondod, hogy önzőség,
életben tartani egy újszülöttet, mert te nem gondolom, hogy azért mondtad, mert nyilván a szülőknek nehéz, holott nekik is nagyon nehéz, de hogy te úgy gondolod, hogy szenved az illető, ezt ugye nem tudjuk, és nem is tudok erre normális választ adni, de én úgy gondolom, hogy egyikünk sincs abban a helyzetben, szerintem te sem, hogy így ezt kijelenthetjük, mert egyszerűen nem vagyunk a szülei. Tehát, hogy gondolj bele, hogy a te gyerekedről kell majd eldönteni, hogy most akkor, hogy mi legyen vele, tehát, hogy ez borzasztó lehet. És én azt gondolom, most már ha így elkezdtem, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz. És kívánom, hogy senkinek nem kívánom ezt, senkinek, mindenki legyen egészséges. De biztos vagyok benne, hogy ez a világon az egyik legnehezebb döntés, egy ilyet meghozni. Úgy láthatjátok, hogy ez az a kezem, ami olyan butábban reszel, mert ez a... Ugye én balkezes vagyok, úgyhogy ezzel mindig azért így meg szokott gyűlni a bajom, mondjuk lapkozásnál nem annyira rossz, de valahogy reszelésnél. És most azért nem vágtam bele sehova a jobb kezemen, aminek nagyon-nagyon örülök, de itt biztos, hogy majd valamit el fogok kicsit reszelni. Itt mindig el szoktam, mert ennél a kezemnél annyira nem csípem a reszelőt. A következő az, hogy miért nem lehet bevallani, hogy igenis számít a külső. Hát én szerintem is számít a külső. Szerintem, aki azt mondja, nem számít a külső bizonyos helyzetekben, tehát hogy bizonyos helyzetekben azt mondanám, aztán lehetsz te gyönyörű kívülről, hogyha belülről, meg ugye hát egy kis rohadék vagy, akkor nem sokat számít. De többen írtatok ezt, meg többen írtatok, hogy párkeresésnél, hát persze, hogy számít. Tehát, hogy én nem is találkoznék olyannal, és lehet, hogy legyek felszínes, én amúgy is tudom, hogy felszínes vagyok, én nem is találkoznék olyannal, aki úgy nem fog megértitek. Tehát, hogy nekem soha nem volt ilyen ideálom, hogy mi az ideálom, és hogy ilyennek meg olyannak kell lennie, nekem kell egy bizonyos vonzódás ahhoz, hogy én a másikkal találkozni tudjak, és ebben benne van az is, hogy néz ki. Tehát, hogy szerintem enélkül azért nagyon-nagyon nehéz, vannak csodák, meg igen, megtörténhet, szerelembe lehet úgy is esni, hogy nem tetszik, meg hallottam állat is, hogy mindenki mondta, hogy nekem nem is tetszett, de aztán meg mi lett belőle. Biztos van ilyen, de szerintem a külső, legalábbis ilyen párkeresésnél mindenképpen számít, sajnos nem csak párkeresésnél, hanem munkakeresésnél is. Tehát, hogy több olyan, emlékszem, amikor itt, mielőtt mentem erre az állás interjúmra, ahol most dolgozom, tehát, hogy ez az egyetlen állás interjúm volt eddig itt Ausztriában, akkor így még az interjú előtt azért én nézegettem ilyen BC-terveket, hogy hát hova lehetne még nyilván majd jelentkezni, mert nem gondoltam, hogy ebből így lesz valami, vagy így egyből sikerülhet, de aztán végül is szerencsém volt. És rengeteg olyan hirdetést láttam, ilyen fogorvosok tették fel a hirdetést, hogy keresnek, nem tudom, milyen tapasztalattal rendelkező, csinos, tehát hogy nem csak az volt, hogy nyilván szokták kérni a hirdetésekben, hogy ápolt, de az nem egyenlő azzal, hogy csinos, érted? Tehát, hogy valaki még azt is itt leírta, hogy csinos asszisztenst keresnek, csinos dentálhigiénikust keresnek, tehát, hogy nem csak a külsejére adó ápolt. Talán nem is csak az volt, hogy csinos, hanem még volt, nem is tudom, hogy írták le, hogy nem tudom. Tehát szinte még, mintha azt írták volna, hogy szép vagy jól kinéző, vagy nem is tudom, és még emlékszem, hogy még anyukámnak is mutattam, és meg így azt mondta, hogy hát te aztán lehetsz akármilyen szakember, hogyha te nem vagy szép az XY főnöknek, vagy nem tudom, akkor meg aztán mehetsz valahol máshol. Tehát, hogy ebből a szempontból én azt mondanám, hogy itt azért már így annyira nem tetszene azért nekem sem, de hát mit mondjak, hál' Istennek, én örülök neki, hogy azért nálunk ez nem így van, és valószínűleg nem akarom azt mondani, hogy minden ilyen hirdetés mögött valamiféle férfi fogorvos állt, mert ezzel ugye nagyon köcsök dolgot mondanék, de nem kizárható, tehát hogy
Nekem hölgy főnökeim vannak, és nálunk nyilván prioritás az az mindig, hogy ügyes legyél, nagyon kedves legyél, aztán tehát pont. Tehát, hogy nem az, hogy jaj, hát aztán ő hogy néz ki, meg mit tudom én, hogy voltak olyan álláshirdetések, amiket így olvastam, és azt mondtam, hogy te, hát mondom, még akkor is, hogyha lehet, hogy éppen jobb esélyekkel indulnék, de hogy ilyen főnököt azért nem szeretnék, azt kell, hogy mondjam őszintén. Az idősek nem tehetnek meg bármit, csak mert idősek, és ez önmagában nem ok a tiszteletre. Hát igen, nálam is volt már csatornán ilyen, az IKEA-s, egyik IKEA-s videómban, hogy a tolakodó nagyi, ugye, meg a orrodba mászó, szádba mászó nagyi, és hát akkor mindenki mondta, hogy ne bántsd a nagyit, majd te is leszel, meg mit tudom én, mennyire illetlenség, izét. Ezzel én teljesen egyetértek. Tehát, hogy van olyan dolog, ami a korral jár, és igazán megérdemlik a tiszteletet, átengedni a helyet, idősebb, stb. Ugyanúgy, mint például valaki állapotos, annak is szépen át kell engedni a helyet, és vannak, kell nekik segíteni, természetesen nem kérdés, én is, hogyha most a páciensekről beszélek, idős pácienseknek mindig segítek, elveszem a botját, fölkarolom, leviszem a lépcsőn, fölviszem a lépcsőn, teljesen mindegy, de én azt mondom, ha valaki bunkó, teljesen mindegy, hogy hány éves, nem, tehát hogy házsártos, bunkó, boszorkány, vagy akár miről beszélünk, tehát hogy nem. Van az a szök, amikor a korod az nem mentesít ilyen esetek elől, tehát hogy attól még, hogy idős vagy, de bunkó, ne várd el, hogy mindenki gördíti eléd a vörös szőnyeget, mert ez nem így van, tehát hogy, mint mondtam, van olyan, átsegíteni az úton, átengedni a helyet, stb. De hogyha valaki bunkó, és a korát erre használja, hogy másokba még ötször belerúgjon, tehát hogy nem. Következő attól, hogy valakinek sok a követője, nem tisztelem, nem lesz a példaképem. És végeztél? Ah, igen. Tehát attól még, hogy valakinek sok a követője, nem tisztelem, nem lesz a példaképem, miért is kell, hogy legyen? Tehát, hogy ez csak egy szám, lehet, hogy vette a követőit. Tehát, hogy a mai világban azért, tehát, hogy minden pénz kérdése, nem minden pénz kérdése, de nem lehet azért sokaknak elhinni, hogy annyi követőjük van, csak így önerőből, mert rengetegen veszik a követőket. Ez egyszerűen így van, és pont. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy az alapján kell valakit megítélni, oda vagy vissza, tehát, hogy nem csak így tisztelet adás iránt, vagy nem tudom, hogy miről beszélsz, hogy mennyi követője van. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek kijár a tisztelet, aki úgymond nem bánt téged, és normális veled, de olyan szempontból, hogy valakinek soha követője nem tisztem, nem lesz a példaképem, szerintem mindnyájan normális, úgymond emberek vagyunk, én nem is gondolnám, hogy vagy így, ti gondolnátok, hogy bárkit így példaképnek kell tekinteni a mai világban ilyen influencerek közül, vagy nem tudom, tehát hogyha fogalmam sincs, de engem biztos nem kell példaképnek tekinteni, mert hát én olyan dolgokat nem csinálok, ami miatt így ez így érdemes lenne, vagy nem tudom. Annyiból biztos vagyok benne, hogy példát mutatok, hogy ez az egy dolog, ami eszembe jut, hogy nem adok el minden szart. De ezt úgyis tudjátok, tehát hogy ilyen szempontból, én nem vagyok példakép, Isten őriz, de hogy én ezt el is ismerem nektek, hogy mivel nem adok el minden szart, meg nem dolgozok így cégekkel, Isten őriz, nem is lehet ezzel jó keresni, azt kell, hogy mondjam őszintén, tehát hogy aki jól akar ezzel keresni, az igenis, nem azt mondom, hogy adjon el minden szart, de azért rengeteg munkát ebbe bele kell tenni, meg cégekkel kontaktálni, meg mindenfélét elfogadni, és várni arra a lehetőségre, ami aztán biztos, hogy van olyan egy idő után, amikor így azt mond, hogy igen, most tartok ott, hogy azt mondom, hogy most már csak olyanokkal dolgozok, akik,
akikkel szívemből szeretnék. Biztos, hogy van ilyen, de eddig el kell jutni. És ez nehéz. Vannak olyanok is, akik nagyon szépen csinálják ezt az egészet, és rengeteg idő, rengeteg munka, amit belefektetnek a munkájukba. Ezzel így teljesen egyetértek, és mint mondtam, rengeteg dolog. Vannak olyanok is, akik ugye nem fektetnek bele annyi időt, vagy nem tudom, és az átbaszásotokkal abból akarnak így profitálni, vagy nem is tudom, hogy így, hogy mondjam. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy példaképeket így Instagramon kellene nagyon keresni. Vannak kivételek, biztos vagyok benne. De a követő szám, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, a követő szám az egyáltalán nem határoz meg, én úgy gondolom, senkit. Vannak olyan kis mikroinfluencerek is, vagy nem tudom, hogy mondjam őket, vagy alapjáton hobbi bloggerek is, akik rengeteget segíthetnek neked, rengeteg tapasztalatot megoszthatnak veled, anélkül, hogy rengeteg követőjük legyen. Vagy biztos, hogy vannak olyan youtuberek is, akiket te nagyon szívesen nézel, de nincsen olyan sok követőjük. A német nyelv tök jó, és még szép is. Én azt mondanám, hogy tehát ezt így nem mondanám így magamtól, az én véleményem az azért kicsit más. Szerintem a német nyelv számomra azért nehéz, mindenképpen. Az angol az sokkal könnyebb, az én ajkamra könnyebben így esik, és hát szebb nyelveket is tudok mondani a németnél, ha most így jobban belegondolok, tehát hogy kezdjük ott a magyar gyönyörű szerintem, francia, olasz. Szerintem ezek mind szebbek számomra, mint a német. Tehát, hogy így szép nyelv a német, azt így nem mondanám így magamtól. Ráadásul, mint mondtam, számomra nehéz is. Főleg így hétköznapi szinten, tehát ami... Én jó vagyok németből, nyilván a fogászati németből, mert ott használom azt a legtöbbet. És abból természetesen már egyre jobb vagyok, és egyre jobban élvezek így németül beszélni, de hogy így azt nem mondanám, hogy ez így annyira tök jó ez a német. Nincs bajom vele, hogy ezt beszélnem kell nekem, németül kell beszélnem, de hogy szép annyira, nem hinném, hogy nekem ez annyira tetszik. Aztán gáz, ha egy profi sminkes drogériás termékeket használ a vendégen. Hát nem tudom. Szerintem nem. Vagy hát fogalmam sincs, hogy így milyen esetre gondolsz, vagy hogy gondolod. Igazán vannak jó drogériás termékek is. Például, múltkor néztem, van egy tök jó sminkes srác, Hindásnak hívják. Nem tudom, hogy jól ejtem-e. Ő szerintem nagyon szép sminkeket csinál igazán, és neki néztem az egyik videóját még régebben a kedvenc alapozóiról, és abban azért javában voltak ott is drogériás alapozók, és ott jöttem rá, hogy milyen jó lehet ezt a... Van, amit mutattam nektek, ez a korrektor, tudjátok, ez a szivacsos Maybelline ilyen, mit tudom én, milyen eraser-nek hívják, szem alatti korrektor, és ő mondta, hogy ő ezt nagyon-nagyon szereti a kliensein is, mert hogy... alapozónak is milyen jó, holott ez nem alapozó, és akkor vettem is már egy másik árnyalatot még Magyarországon is így alapozóként, és azóta sokszor alkalmazom, mint alapozó, és nagyon örültem, hogy rátaláltam így erre az infóra nála, és ő mondta, hogy ő ezt szoktam úgy alkalmazni, én nem gondolnám, hogy ez így gáz. Úgy gondolom, hogy ha valami jó, az jó, tehát és teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül, és lehet, hogy most így arra gondolsz, hogy ugye mennyi a szolgáltatás ára, és milyen termékeket használ. Én úgy gondolom, hogy nyilván azért látod rajta, hogyha mit tudom én, most nem akarok így rosszat mondani, de hogyha egy sztár sminkes, nem tudom, elkér X összeget egy sminkért, ami alapjáton abszurd, de csak drogériás termékeket használ, akkor már így azt mondom, hogy jó, oké. Mert nem minden drogériás termék jó. De hogyha van az a kollekciójában drogériás termék, és azt használja rajta, én nem gondolnám, hogy az baj, mert miért lenne baj. Aztán az utolsó pedig az, hogy szerintem nem rossz dolog Magyarországon élni, írja ezt valaki, és én úgy vagyok vele, hogy
Ha megtaláljátok, ha megtaláltátok ott a számításokat, akkor miért nem? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek ez a maga döntése, és hogyha szeretsz ott, akkor szeretsz ott, és maradj is ott. Viszont azt sem mondanám, hogy a másik félt, vagy azt az embert, embereket, akik meg úgy gondolják, hogy nem jó ott, azokat sem érdemes amúgy baszogatni. Tehát, hogy én soha nem mondtam azt, hogy úristen, de hülye vagy, hogy te ott maradsz. Én ilyet nem mondanék. Mindenkinek megvan az oka arra, hogy otthon maradjon. Biztos, hogy van, akinek jól megy, valaki el van ott, valaki egyszerűen csak ott akar maradni, és pont, el kell mindenkinek fogadni a döntését, és ennyi. Viszont, ha magamból indulok ki, akkor... Tehát, hogy én ezt így... Most erre ismét rájöttem, hogy szerintem meg igazán rossz dolog ott élni. Most voltam Magyarországon a hétvégén, vagy hát vettem ki 2 nap Szabit, mert a jogosítványomat lejárt, és azt kellett meghosszabbítani. Már igazából nyáron lejárt, vagy nem is tudom, tavasszal lejárt, de így a korona miatt így mondták, hogy mit tudom én, meghosszabbítják, és hogy igazából nem tudom, hogy mi kapsz plusz fél évet, vagy nem tudom, haladékot, hogy meghosszabbíts, nem tudom, nem tudsz hazajönni, vagy mit tudom én. És hát úgy voltam vele, jó, hát most mindenképpen meg kell ezt csináltatnom, ha tetszik, ha nem igazából, kinek van ehhez nyilván kedve. Vettem is ki szabadságot, az utolsó 2 napomat még idén, vagy hát nyilván karácsonyra is vettem ki, de volt még 2 napom idénre. Azt ki is vettem, és akkor így ott is maradtam anyukámnál. Tehát hétvégén is ott voltam, meg ott is maradtam aztán, mert nyilván el kellett mennem alkalmassági vizsgálatra a házi orvoshoz, és el kellett mennem aztán a hivatalba jönőhöz, hogy elrendezzem, hogy képet csináljanak, meg mit tudom én. Elrendezzem a jogosítvány dolgokat, és a hivatalban még, jó, nem azt mondom, hogy nem kellett sokat várnom, de annyira még nem volt vészes, ami vészes volt, az az orvos. És megint itt jöttem rá az orvosnál, hogy megint, de most politika, nem megyek bele a politikába, most nem akarok politizálni, nem is szeretek, egyáltalán nem. De az egészségügy az egy olyan dolog számomra, hogy annál kinyílik a bicska egyszerűen a zsebembe. Ezt nem tudom így magamba tartani, egyszerűen nem. Most lehet akárki a miniszterelnök, meg mit tudom én, de egyszerűen, hogyha az egészségügy az nem úgy megy, ahogy kellene, én nem is értem. És megint, tehát, hogy egy az, nyilván most házi orvos, ki, most teljesen mindegy. Kicsit kibuktam nyilván, hogy volt időpontom 1:30-re, és 3 órát vártam, még időponttal is 3 órát vártam, hogy megcsinálják rólam az egy EKG-t, egy vérnyomást, mérést, és a számok leolvasását. Erre vártam igazából, ez egy 5 perces folyamat, hanem 8. Erre vártam 3 órát. Nem csak én nyilván, hanem a társaim is ott a rendelőben. Tehát, hogy erről nem igazán akarok beszélni, nem tudom, hogy mi volt ott. Amúgy ebben a rendelőben én tudom, jó, mindig nagyon-nagyon sokat kell várni. De, tehát, hogy jöttek így akut esetek is például, és akkor jöttem rá így megint, tehát, hogy most a várakozásnál azt mondom, hogy jó van, oké, előfordulhat. Tehát, hogy például most volt bajom, volt egy ilyen ischias, valószínűleg ilyen ischias ideg gyulladásom lehetett, ami miatt hát 3 hetem az így borzasztó volt, és azt hiszem 3 napot voltam is betegszabadságon, mert nem tudtam dolgozni, annyira fájt, és 2-szer, hogy mondják ezt magyarul? Infiltrálás, talán úgy hívják, tehát 2 injekciót kaptam ebbe az ideg csoportba, hogy elmúljon ez a fájdalom, tehát hogy becsíptem a hátamat lényegében. De ennek már egy jó ideje, és most kezd úgy rendbe jönni. Mindegy, itt is voltam kórházban miatta, mert annyira fájt az egyik nap végén már, hogy a munkahelyről már 7 után azt mondtam, hogy nem bírom, kibemegyek az ügyeletre, csináljanak valamit, és nézzétek ebbe, ahol voltam, abba
a baleseti kórházba, ott is kellett várnom, ott is vártam másfél órát, mert akut eset voltam, vagy hát ügyeleten voltam. De hogy teljesen más, mint itt, mert hogyha ott valami nyavaját van, ott itt ellátnak, érted? Amikor a lábammal is volt a nyavaja, akkor is egyből elláttak, tehát hogy nem volt itt semmi probléma. Itt is vannak bunkóbb orvosok, vagy nem annyira kedves nővérek, de hogy itt ellátnak. És visszatérve ez a történethez, hogy ott voltam ugye ebben a rendelőben, és jött egy nő, és jött besírt, és az egyik szeme el volt takarva, és akkor nyilván ott volt egy szemészet is van ott, azt hiszem, és valami volt a szemével. És hát nagyon ideges volt, meg innen nem is akartam megkérdezni, mi történt. De hát, hogy jött az anyukája, és hát mindenki mondta, hogy hát menjen be előbb, mert nyilván nem akartuk, hogy szerencsétlen ott várjon, nem tudtuk, hogy mi történt. És jött az anyukája, egy idősebb néni, és mondta nekem, hogy hát most jöttek a kórházból ráadásul, mert a lányának pillanatragasztó ment a szemébe. Tehát, hogy gondoljatok abba bele. Nem tudom, hogy tudjátok-e, milyen az, amikor, én nem tudom, hál' Istennek, hogy a pillanatragasztó megy a szemetekbe, de az nagyon-nagyon veszélyes. Tehát, hogy ha összepislogsz, mit tudom én, akkor ránthatja mindent, a szaruhártyátok kezdve mindent ránthatott magával a pillanatragasztó. Nagy károkat tud tenni. És mondta a néni, annyira ideg volt a néni, mondta nekem, és panaszkodott nekem a magyarországi, jónak panaszkodott pont a magyarországi egészségügyről, hogy most voltunk a kórházban, és hogy azt mondták a kórházban, hogy most ered, nem tudunk mit csinálni, vezess le a következő kórházba, mert talán ott van szemészet, nálunk nincsen, mit csináljunk veled, vagy keress egy szemészetet. És elküldték a kórházba a gyerekek. Elküldték a sürgősségiről. És ezek teljesen kivoltak akkor, és meg tudom érteni, mert hogy miért vonják le a fizetésed felét, vagy nem tudom, hogy Magyarországon mennyit vannak tévére, mit tudom én. Mire föl? Hogyha valami bajod van, akkor hagynak a szarban. Ti írhatjátok ide, akik mindig jönnek a kommentekben, hogy te kiköltöztél külföldre, én Magyarországon maradok, mert itt tök jó. Most írhatjátok ide, hogy nem, a mi kórházunkban minden tökéletes, és én nagyon elégedett vagyok. Igen, talán a tiédben. De hogy amit én tapasztaltam, ott ez így nem működik. Nem működik. És most is megint rájöttem ezen a hétfői napon, hogy jobb, hogy nem itt vagyok, mármint hogy ott Magyarországon. Mert hogy én láttam őket, ők annyira aggódtak, és már én is aggódtam ezért a kis nőért, aki nem sokkal lehetett idősebb, mint én. Hogy ott sírt, hogy mit csináljon, hát hogy vezessen le, anyukája nem tud vezetni, neki van autója, hogy vezessen le egy szemmel a második, a következő kórházba, ami 40 kilométerre van arrébb, akinek van egy normális szemészet, és talán ott segítenek neki. És végül is itt ezen a szemészeten akkor valamit csináltak, nem tudom, papírokat vitt magával, lehet aztán beutalták valahova, fogalmam sincs, nem beszéltünk utána, vagy nem akartam megkérdezni, de hogy megint rájöttem, hogy nem. De lezárásul annyit mondanék, ha te ott megtaláltad a számításodat, akkor miért ne lehetne? Én senkit nem ítélek el, aki ott marad. Azt kívánom nektek teljes szívből, hogy inkább ne legyetek betegek, de biztos vagyok benne, hogy ott is el lehet boldogulni, és meg lehet találni a számításotokat, hogyha akarjátok. De amit elítélek, az ez, hogy biztos van minden ország, ahol valami nincs rendben, valamilyen szempontban valami nincs rendben, itt is van Ausztriában olyan, ami nincs rendben, meg nem úgy megy, ahogy kellene. Magyarországon is van, ami nem úgy megy, ahogy kellene nyilván. De hogyha már az egészségügyben ekkora problémák vannak, akkor mi kell még? Tehát, hogy annak azért úgy viszonylag stabil lábakon kellene állnia, hogyha már másnak úgy nem is az egészségügynek én azt mondanám, vagy arra nem kéne sajnálni talán. De hát most ki vagyok én, hogy én ezt így elmondjam, ugye? Na, de most én ezt így ki is cserélem, és akkor az iPad-et azt már el is rakom innen, mondjuk, nem is tudom, ide csatolni. És rakok le egy ilyen tiszta papírtörlőt, és valahogy beállítom nektek a kamerát, hogy többet lássatok. Valószínűleg a videó hossza miatt most úgy fogom ezt megcsinálni, amúgy így nézünk ki, úgy fogom ezt kivitelezni, hogy megcsinálom az egyik kezemet, hogy láthassátok, hogy milyen lesz, és a másikat meg majd egyedül befejezem, és akkor majd a végén jelentkezem, mert akkor ez megint ilyen egész estén keresztül tartó dolog lesz, már amúgy is mindegy,
Ja, de most így elintézem itt a terepet, hogy jobban láthassatok. Kicsit beborult, nem tudom, hogy mennyire lesznek majd így jók a fények, de igyekszem. Igazából rájöttem arra is, hogy szerintem én ezt egész jól csináltam ezzel a reszeléses dologgal, meg a véleményes dolog videóval, hogy reszelés közben elmondtam az egészet, mert akit itt nem érdekel a körmözés, az most ugye nyilván mehet is, mert most már csak azt fogjátok igazából látni, hogy készül a körmöm, és gyorsan végigzongorázom a termékeket. Nem kell bemutatnom, hogy a Kristálnak szoktam használni ezt a nail prep dolgát, meg a savmentes primerét, amiben majd kell egy új, mert eléggé kifogyóban van. Aztán van egy ilyen alaplakkom, amit mostanában használgatok, ezzel tökre meg vagyok elégedve, ezt az Amazonról rendeltem. Róla beszélünk. Mi a neve? Macart nevű alaplak. Nem rossz, tök jó. Ez lesz az alaplakkom, és ezt pedig a Shopping City-ben vettem, ezt a Juliana Nails-es géllakkot még. Amúgy az a bolt az egy nem egy nagy számból, tehát hogy talán ez meg egy másik árnyalatot vettem, és ennyi, amit találtam. Tehát ilyen elég ilyen ócsolyóskának néz ki. De Szibirnének a fodrászomnak volt a körmén ez a szín, és ő is vett egy-két szint onnan, ő is magának csinálja. Mondta, hogy ez az Earth Brown van a körmén, és azért vettem én ezt annó, hogy ez lesz az én mai választottam is. Még nem tudom, hogy hány rétegben ugyan. Valószínűleg, hogy egy réteg kerül, tehát hogy egy alapréteg kerül a körmömre, egy szín, aztán majd meglátjuk, vagy két szín. És akkor nyilván a végén meg a kultoppal fogom befejezni, és van egy ilyen félig kifogyóban levő kultoppom, amit meg arra szoktam használni, hogy a krómokat szoktam lefixálni vele, mert ebben vannak már ilyen csillámok, tudjátok, nem szeretném összeszarakodni az újat vele, tehát hogy ezt általában a normál színeknél szoktam használni, nem akarom, hogy csillám menjen bele. Aztán a krómot pedig megmutattam, az meg egy ilyen brillbőrtös, nem bontom most ki, majd később kibontom, én ezüstös, de inkább ilyen peskős árnyalatra hajazó szín, azt nagyon-nagyon szeretem. És ennyi, ami még eszköz kelleni fog, az egy ilyen kis ecset, ezzel fogom így lesepergetni az esetleges maradék krómport a körmök széléről, és ennyi, nem használok ilyen applikátort, ilyen szivacsosat, mert én azt vettem észre, hogy én még mindig jobban szeretem belemasszírozni az új begyemmel a körmömbe a krómport. Nem tudom, hogy miért. Kipróbáltam ezzel az applikátor, és annyira nem tetszett. Szóval megvan az alap, így nézünk ki, nem fogjátok látni, de egészen jól sikeredett oldalról, büszke vagyok magamra. Nagyon sokat szülök vele, hogy ilyen szépen felépítsem. Nem fogok most még egy réteget rátenni, mert szerintem nem szükséges az alaplakból. Meglátjuk, hogy a barnából mennyit fog tenni. Most úgy fogom csinálni a krómot, hogy szín, fedőlak, króm, fedőlak. Tehát, hogy nem a színbe fogom beleszuszakolni a krómot. És
És most akkor az lesz, így nézünk ki egy rétegben. Szerintem ez elég lesz. Ez a szép kis barna. Már azon gondolkodom, hogy megtartsam ilyen. Nem lenne pofám, hogy bearangoztam a krómot. Ez, hogy most rámegyek ezzel a kultoppal, az összesen átmegyek, és nem tudom, hogy mennyit, olyan 15 másodpercet hagyom kötni. Nagyon-nagyon vékony réteggel próbálok átmenni a körmökön. Ezt a módszert azt hiszem, hogy még nem próbáltam, vagy nem emlékszem rá, hogy így próbáltam volna. Mindig a színbe tettem a krómot, és lehet, hogy így vagy hát biztos, hogy így valamiféle más hatást fogok elérni vele, majd aztán meglátjuk, hogy alakul. Jó, van, de lássuk a medvét. És veszek egy kicsit az ujjamra, és beleszuszakolom ide. Reméljük, hogy működik. Most azt csinálom, hogy innen az aljából elreszelek egy kicsit. De gyorsan átmegyek az egészen ilyen savmentes primerrel. Mert elvileg akkor ettől ugye tartósabb lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz tartós a munkában. Biztos kopni fog valamennyire, de szerintem nem lesz vele probléma. Akkor jöjjön ismét ez a kultop fedőlak, amiből én úgy gondolom, hogy csak egy réteget fogok most felvinni. És nem többet. Eljöttem elköszönni, ugyanis meg kell csinálnom a másik kezemet, de egy már kész van, úgyhogy íme. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Szóval gyorsan megmutatom, így talán a minősége is jobb lesz, vagy jobban láthatjátok az egészet. Szerintem szép lett. És nem igazán vágtam bele most az ujjamba se annyira. Elégedett vagyok. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!